amikor ezt a lenti gépet indítottuk, akkor ezzel a tolózzával lehetett kiválasztani, hogy merre kormányozzuk a vizet. Izgatottan mutatja be Bárdos Zsolt a szerdán átadott és felújított Petőfi téri vízműgépház kiállítási darabjait. Az 1927-ben épült létesítmény továbbra is ellátja vízmű funkcióit, azonban egy kiállító térben mostantól minden érdeklődő megtekintheti az egykori berendezéseket és egy vízgazdaság működését. Közel 100 éve fúrták meg az első, és azóta is egyes számúnak hívott kutat, és indult el Egerváros vezetékes ivóvízellátása. Most is működik, bemutatja azt, hogy hogyan változtak, milyen csőanyagokat használtunk fel az elmúlt évtizedek alatt, hogyan változtak az anyagminőségek, hogyan változtak a vízkezelés módjai, és jelenleg is egy UV-fertőtlenítőt lehet itt látni a háttérben. Bárdos Zsolt nyitó beszédében elmondta, a vízmű mindig is elkötelezett volt a környezettudatosság mellett, hiszen már a kezdetekkor megtervezték a szennyvíz elvezetését és tisztítását, a szennyvíziszapot pedig energiatermelésre, valamint a mezőgazdaságban is hasznosítják. Mirkóczi Ádám polgármester úgy fogalmazott, a vízmű egyszerre jelenti az életet adó vízszolgáltatást és a mindennapok kényelmét, így fontos a város számára az intézmény és az emblematikus épület is. Ez nem egy általános értelemben vett objektum, ahol most vagyunk, hiszen felfogható egyfajta kiállítótérnek is, tárlatnak is, mert bemutatja a vízmű és a vízszolgáltatás múltját, jelenét, de egyben fölhívja a figyelmet a jövőre is. Mirkóczi Ádám kiemelte, a vízműben nyílt kiállítótér bemutatja a következő generációk számára, hogy korunk egyik legnagyobb kihívása az, hogy ki milyen minőségű ivóvizet tud szolgáltatni. Dr. Pajtó Gábor a térségországgyűlési képviselője nyitó beszédében elmondta, az államnak és a polgároknak is kiemelt felelősségük van a takarékosságban és a szennyezések elkerülésében. Ebben a tekintetben, tehát ebben a szemléletformálás tekintetében szerintem túlzás nélkül azt mondanám, hogy példaadó és zseniális az ötlet, hogy itt gyakorlatilag 1927-ben emelt vízmű rendszernek a helyszínén valósul meg egy olyan kiállítás, ami mindenre, a közös felelősségünkre fölhívja a figyelmet. A kiállítótérben számos, a múlt század közepétől használt tisztító berendezést lehet megtekinteni, egy üvegpadló segítségével pedig bepillantást nyerhetnek a látogatók az egykori gépházba.